valóban zsarolnak bennünket, de ami jár, az jár. Mi tagjai vagyunk az Európai Uniónak, mi oda befizetjük a bennünket terhelő összegeket. A gazdaságunkat az egységes európai piac részévé tettük, tehát beengedjük ide a külföldieket, befektetőként is és kereskedőként is. Jogaink vannak, a pénz az nekünk jár, és azt meg is fog, ki is fogjuk szorítani belőlük. Tehát én nekem nincs kétség van felől, hogy azt a jogtalanságot, hogy pénzügyi eszközökkel zsarolnak bennünket, hosszabb távon nem lehet föntartani. Ezt a vitát meg fogjuk nyerni, a pénzek ide fognak érkezni, addig is egyébként a költségvetés megelőlegezi őket, tehát a gazdaság fejlődésében törés nem lesz, de ki kell tartani. Ez egy, ez egy ideg játék is. A másik oldal fenyeget, túlsúly, tehát túlerőben vannak, nem kétséges, de megvannak a korlátaik, nem meg maguknak akármit, és ha mi magyarok kitartunk, akkor épp úgy, mint a bevándorlásban a gyerekeink nevelésének az ügyében is győzni fogunk.